Támogatóink a BMW, a Kawasaki és a Yamaha. Az onboard kamerákat a MyActionCam biztosítja. A ruházatunkról a Danger Bikes gondoskodik. Média partnereink a Motorrevő magazin, a motorinfo.hu, valamint a Motorage magazin. Forgatásunk helyszínét a Pizza Hut biztosította. Rafai Jánost arról faggatom, hogy mire várhatunk az idei Automotor Tuning Show-n. Szeretném megnyugtatni az érdeklődőket, hogy hasonlóan izgalmas programokkal és egy színvonalas rendezvényel, mint amivel a korábbi években is találkoztak. Ugye az idei évben is a Tuning Show és a Budapest Motor Fesztivál adja a fővázát az AMTS rendezvénynek, és emellett számtalan egyéb betétrendezvény található még. Idei újdonságként szerepel a veterán motor kiállítás, de a klasszikus programok között is meg tudom említeni az épített autók és motorok kiállítását, a Stunt Riding bajnokságot, illetve hát ami egy közkedvelt program, még a freestyle motoros bemutatót például. A látogatóknak felhívnám a figyelmét még arra, hogy március 1-jéig kedvezményesen tudják online megvásárolni a belépőjegyet az Automotor Tuning Show-ra. Ezt az amts.hu, illetve a motorshow.hu weboldalon tudják megtenni. Idei évben más egyéb kiállítás, ami ilyen műszaki tartalommal bír, hogy autók és motorok is részt vesznek rajta? Hát több jármű tematikájú rendezvényünk is van. Kezdeném így időrendben a hajókiállítással, amelyik február 18-a és 21-e között kerül megrendezésre a Fehova horgászvadász kiállítással párhuzamosan. Ezt követi két hétre rá az utazás kiállítás mellett a Bringa Expo, ami a kerékpárosok kiállítása. Ezután következik ugye az AMTS, amiről az elején beszéltünk, és utána a szakkiállításon jelennek meg gépjármű forgalmazók, kereskedők, általában a szakkiállítások célcsoportjának megfelelő kínálattal. Velem szemben ül közkedvelt barátunk, Horváth Lajos, akivel már több műsorunkban is találkozhatunk. Az lenne a kérdésem, ugye megismertük a edzésmódszered, hol, mit, körülbelül hogyan csinálsz. Az lenne a kérdés, hogy az idei évben hogyan tervezed a felkészülést, milyen versenyeken láthatunk. Hát egy fogós ravasz kérdés. Igazából december 22-én kaptunk egy e-mailt, amelyben közölték velem az ASO cég, hogy ugyan megvan a kvalifikált versenyem, de még két versenyt szeretnének látni, és ezt nem csak úgy, hogy elmények megnézni, hanem versenyezni is kell rajta. Úgyhogy ez új fejtörést okozott számomra, és így január, és december 23-ától megkezdődött az idei évre a felkészülés, tehát minimum két versenyen szeretnék még menni. És mi okozott benne fejtörést? Elsősorban az időpont, vagy az, hogy rákészülj, vagy ne találtam az anyagia? Igen, ez is egy jó, ez ebben a sorrendben így pont jó is lesz. Hát igazából volt egy betervezve, hogy mit szeretnénk mi csinálni ebben az évben, a csapatvezetéshez leterveztük, ehhez többé-kevésbé összeszedtük a megfelelő anyagi hátteret. És ugye mi azt terveztük, hogy elmegyünk olyan Afrikába motorozni, de csak motorozni, és ugye versenyen kívül olyan jó kis szórakozás, de mégis edzés. Aztán ugye beszólt az első cég, és így komoly, mint fizikailag is el kell kezdeni felkészülni, mert március 1-én lesz az első verseny, és mint anyagilag is fel kell szívni magunkat nagyon. Orvosi háttér folyamatos kontroll alatt, vagy csak amikor úgy érzed, hogy szükség van most egy orvosra, akkor besétálsz és megnézed? Nem, van egy nagyon komoly orvosi stáb mögöttem, aki minden verseny után összerak. Ugye hát szó szerint össze kell rakni, mert azért több sérülésen vagyok túl. Van Vácon egy nagyon komoly orvosbarátom, aki tényleg odafigyel rám, és minden hónapban elküld egy ilyen bérvizsgálatokra, laborvizsgálatokra, és egyensúlyvizsgálat is, mint olyan próbáljuk fejleszteni az én dolgaimat, és ő figyel rám nagyon. Akkor a tűtől ezek szerint nem félsz. Mentális felkészülés, valami durvább dolog, ugye, mert múltkor meséltél erről, hogy miket szoktál csinálni. Hát most megvan ugye a napi heti terembe van osztva, mit edzek, és szerdán be van iktatva egy ilyen nagyon-nagyon komoly maraton szakasznak hívom. Ez azt jelenti, hogy reggel elmegyek edzeni, és a délutáni edzésem az 4 órás biciklivel telik. Hát én naponta 5 órákat tekerek, és ez minden szerdán ez így megy. És hát ez mentálisan elég jól megvisel, mert nem tudok mit kezdeni már. Tanultam, olvastam, írogattam minden, és nem telik az idő. Valaki, aki ebben segít neked? Van egy komoly edzőbrigád is mögöttem, akik összeállítottak nekem mindenféle edzéstervet, és szerencsére olyan emberrel állunk szembe, aki mountain bike versenyző volt, és tudja, hogy mi az a monoton és egyhangú
dolog, és próbálja úgy felépíteni az én sportkarrieremet, vagy fölkészülésemet, hogy ne legyen unalmas is, és hasznos is legyen. Hát mi sok sikert szeretnénk kívánni neked a felkészülésre, és szerintem még fogunk találkozni, illetve, hogyha jól tudom, akkor a motorkerékpárod az a mi standunkon kint lesz a kiállításon. Igen, jól emlékszem? Igen, jól emlékszem. Köszönöm szépen a meghívást, és mindenképpen ott leszünk, ha nem lesz addig verseny. Vendégünk Herceg Balázs Mókus. Ugye nemrég megtudtuk, hogy a 2015-ös év hogyan telt, most egy picit beszélgessünk a 2016-os évről, a jókedvben megmaradt. Ha jól tudom, akkor új motorral készülsz a 16-os évre. Hát mit várhatunk ettől az évtől? Igen, hát mindig azt szoktam mondani, hogy velem mindig vannak ilyen világmegváltó terveim. Most épp egy új motort építek. Nem lett volna muszáj belebonyolódni, de hát úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen előrelépés lesz az én számomra. Mindig szerettem volna ezt a típust megpróbálni. És egy ki lehet mondani akkor, hogy márkát látom? Ez egy Kawasaki ZX636, és ez mellett, a motor mellett döntöttem az idén, aminek a blokkjával nagyon hamar meg tudtam barátkozni, mert egy nagyon kezes motor, és nagyon könnyű vele motorozni. Az átépítés most már lassan befejeződik. Most már edzettem vele 3 hetet, azután ugye szétszedtük, és a szükséges átalakítások, vagy hát ami még vissza van, azok most megtörténnek, festés, stb. És eleve a standhoz szükséges átalakítások most már kész vannak rajt, úgyhogy megkezdem a 2016-os évnek a felkészülését. Hát egy hónap múlva most már indulunk Olaszországba versenyre, megyek a világbajnokságon, az Európa bajnokságon, a magyar bajnokságba, a lengyel bajnokságba és a német bajnokságba, úgyhogy elég húzós lesz az év. Természetesen megmaradnak a bemutatók is, és remélem, hogy az új motor jól be fog válni. És egy ilyen világbajnokság az hogyan épül fel? Hány futamból áll? Összesítik a pontokat, vagy külön értékelik a futamokat? Hát attól függ, hogy ugye a résztvevők hány futamon tudnak elindulni. Itt évelején van egy összesítés, hogy hány ember tudná végigcsinálni ezt a sorozatot, és a szervezők ezt szerint mérlegelik, hogy hány futam lesz ebbe az évbe. A 2016-os évre csak egyetlen egy futamot terveztek, hiszen az anyagi dolgok sok mindenkinek nem álltak rendelkezésére, és itt most nagyon össze kell szedni magát mindenkinek, hiszen egyetlen egy futamon fog eldőlni, hogy ki lesz a világbajnok, illetve a világbajnokság sorrendje. Ez azért mindig egy nehezebb dolog, mert egy futamra kell koncentrálni. Ha 3 futam van, azért egy szerencsésebb dolog, hogyha az egyik futamon bármilyen technikai probléma van, vagy nem úgy jön ki a lépés, ahogy ezt az ember szerette volna, akkor még van 4, 5 futam, 3 futam, amennyit rendeznek a javításra, hát itt most jobban kell koncentrálni. És a világbajnokság hol kerül megrendezésre? Lengyelországban lesz az én világbajnokság. Hát ő nekik van meg az anyagi háttérük, az a pálya feltétel, és az egyéb szükséges dolgok, amit be tudtak vállalni, és be is szerettek volna vállalni az idén is. Térjünk vissza egy picit a technikára. Nyugtass meg, hogy a bemutatókra a régi motorokat megtartod, bár mondtad a múltkor, hogy valamelyik motorodon, nem tudom, egy 5 évet csináltál utoljára felújítást, most már lehet, hogy gumit kéne rajta cserélni, vagy egy igen, az a panóliát azért egy kicsit kell renoválni, mert 5 éve nem nyúltam hozzá, most egy kicsit úgy össze kell hozni a technikát, de nem hiszem, hogy ezzel probléma lesz. Megmaradnak a régi motorok, a veterán motorok, a trógerkedés, úgyhogy megy minden tovább. Igazándiból ennyi változás lesz a showba, hogy ugye a nagy motor az most más színeket fog kapni, illetve más típusú motorral fogok motorozni, de a show-nak a nagy része azért megmarad. Nagy gumifüstöltetések, az állatkodás, tehát ez mind megmarad. Következő vendégünk Németh Balázs, vele beszélgetünk egy picit szintén az elmúlt évről, illetve az idei tervekről. Picit beszéljünk a 2015-ös évről. Neked se úgy zárult az éved, ahogy szeretted volna, hogyha jól gondolom. Az eleje még jól indult, ha jól tudom, akkor a Superstock világkupáról volt szó,
egy futamon talán el is indultál, de nem sikerült a többi futamon rajthoz állnod, ha jól tudom. Hogyan alakult az éved? Igen, hát 2014-ben, vagy 2015-ben az volt a terv, hogy megyünk a Stock 1000 világkupán, és még hogyha van rá mód, akkor más bajnokságokba is elindulunk edzésképpen, de sajnos úgy alakult, hogy az első futamra még kijutottam, vagy kijutottunk a csapattal, és ott volt egy esésem, amit nem tudtak megcsinálni a következő futamra se, úgyhogy végül is elváltam a csapattól. Ott ugye Bódis Ricsi volt a csapattársam, ő még folytatta velük egy ideig, de mi úgy döntöttünk végül is közös megegyezésre, hogy ez így nem fog működni, úgyhogy ez a Stock 1000-es szezon az elég hamar befejeződött számomra. Tehát akkor gyakorlatilag az év elején bajnokság, csapat és motor nélkül maradtál, mégis azért volt egy kis lehetőséged, ugye jól tudom, a Triumphal rajthoz állni. Ez hogyan történt, hogyan találtatok egymásra? Ja, hát nagyon örültem ennek a lehetőségnek, és köszönöm is a Triumphnak, hogy biztosították számomra. Hát igazából Gregse Attila keresett meg engem, hogy lenne egy motorjuk, egy Triumph, és azzal kéne versenyeznem egy-két Alpokandria futamon. Először csak ugye mondjuk egyről lett volna szó, és utána, hogyha működik ez a kapcsolat, akkor lehetett szó többről is. Úgyhogy az első futamon az a Pannonia ringen volt. Ugye ott úgy álltam rajthoz, hogy kicsit szokatlan volt még számomra a motor. Igen, meg ugye beszélünk arról is, hogy Superstock 1000-es lett volna ugye a világkupa, és most pedig ugye Supersport 600 vagy Stock 600-ba indultam volna? Supersport 600. Igen, tehát teljesen szokatlan volt számomra a motor, de ennek ellenére szerintem nagyon jól sikerült az első futam, mert dobogóra tudtam állni mindkét futamon, úgyhogy úgyhogy ezek után folytatása is lett a dolognak. Elmentünk Rijekába is, ott is dobogóra álltam a második futamon, így összesítettbe is. Második helyen végeztem azon a Rijekai versenyen, és utána a Hungaroringen is rajta. Ha jól tudom, akkor nagy csatát vittál, ugye a Supersport VB menőnkkel, Krobák Janival, nem? Ha jól tudom, akkor jó pár körig megnehezítettétek egymást dolgot. Igen, hát igen, úgy mondanám, hogy pár körig tudtam elölmenni, de utána a végére ő ellépett kicsit, de úgy érzem, hogy igazából az első futamtól ugye a Hungaroringi futamig elég nagy fejlődésen mentünk keresztül. Sikerült jobban hozzám állítani a motort, úgyhogy igazából még hogyha lett volna kis idő, akkor szerintem még tudtam volna gyorsulni a motorral. Hát egy ilyen év zárás után mi az, amit az idei évre, 2016-os szezonra várhatunk tőled? Megmarad-e az együttműködés, vagy egyelőre még tervben van, hogy állsz a 2016-os szezonhoz? Igen, hát konkrét tervem még nincsen. Sok dologtól függ majd, hogy hol fogok indulni. Hogyha ugye a Triumphal is beszéltünk a 2016-os évről, még ők se tudják pontosan, hogy ez hogy fog nekik összeállni. Hogyha tudok náluk menni, akkor természetesen szívesen megyek náluk. Illetve ugye a régi kapcsolataimból ugye a Stock 1000 vagy még Supersportban is vannak külföldi csapatokkal különböző beszélgetések, ott is vannak ajánlatok, tehát hogyha sikerül összeszednem az induláshoz szükséges anyagi hátteret, akkor ott is tudok menni, csak ugye ez egy sokkal nagyobb összeg, amire még most pár pillanat nem látok esélyt, hogy össze fog jönni, de természetesen nem adtátok fel a dolgot. Persze, tárgyalunk különböző támogatókkal, és lehet, hogy össze fog jönni. Köszönjük szépen, hogy ellátogattál hozzánk, és akkor nagyon sok sikert kívánunk. Én is köszönöm. A 2016-os évre. Köszönöm. Következő vendégünk Lécz Gergő. Hogyha valaki a motocrossért az offroad felé kacsingat vagy kacsingatott, akkor ismerős lehet a neve. Ugye az aktív versenyzést már abba hagytad, viszont előtt azért jó pár évet eltöltöttél a különböző hazai, illetve nemzetközi motocross pályákon. Beszéljünk egy picit erről. Ha jól tudom, akkor 2014 volt az utolsó éved, amikor még aktívan versenyzőként részt vettél.
Igen, hát az az évek, ezek összeszámolva 20 év, talán kicsit több is, de az aktív, amit bejegyezve motoroztam, az 20 év. Kezdjük az elejétől. Milyen kategóriákba mentél, bajnokságokba, hogyan szerepeltél, csak egy kis gyors visszatekintés? Hát minden pici versenyző, aki elkezdi, ugye az a alacsony kategóriáktól egészen a felsőkig, én is végigjártam az egészen a ranglétrát, 80 köbcenti. Amikor még én kezdtem, akkor a 65-ös köbcenti nem annyira volt divat, inkább a nyugati országokban, ezért nem is volt annyi 65-ös motor bent az országban, 85-ös sokkal kézenfekvő volt, ezért én is ebbe kezdtem. 85, aztán 25, két ütemű, utána ezeket fölváltott a négy ütemű 250-esek, és egészen úgymond a király kategóriáig meneteltem. És a pályafutásodnak a vége az mihez köthető? Egy picit belefáradtál a dologba, anyagi okok, esetleg sérülés, ugye pont erről beszéltünk, hogy a Honvéd kórházba összefutottunk, én már kifelé jöttem a vállammal, te pedig aztán talán a térdedet műtöttek, jól emlékszem? Volt, igen, volt azért sérülés. Miért hagytam abba, ez egy kicsit összefüggő dolog, ám azért 20 év élsportba eltölteni, azért az embert megviseli. Mindenhogy. Úgy szokták mondani, hogy ahol az élsport kezdődik, az egészség ott ér véget. Igen, azért az élsport az nem az egészséges dolog közé tartozik. Azért 20 év azért az embert azért megviseli, kicsit kimerül lelkileg is, anyagilag is, sérülésig azért már ez az fáj. Nem tudom, ez egy olyan érzés volt, amikor így utolsó versenyen volt le is leintettek, abban az évben 2014-ben harmadik lettem az MX 1-es kategóriába, a király kategóriába, és akkor elfogott egy ilyen érzés, hogy itt a vég. Nos, és hát van élet azért a versenyzés után is. Milyen alternatív lehetőségeket kerestél? Ugye úgy látom, hogy sok crossos elmegy egy picit az enduro felé, vagy esetleg elmegy az utánpótlás nevelés felé, vagy a kettő felé egyszerre, te hogyan? Ugye sokat jár az agya az embernek, hogy merre tudna menni. Én szeretnék a sport közelében maradni mindenképpen a motocross. Az enduro nem állt olyan közel hozzám, amíg az aktív pályafutást csináltam a crossos éveket. Mert mindig más helyszíneken vannak, oda másféle edzés kell. Aztán így hanyagoltuk is, meg egy kicsit félek a fáktól. Az nem megy arrébb, úgyhogy de most, hogy kicsit az ember megnyugodott, meg tervben van, hogy egy-két éven belül nekem lesz motorom, és ilyen mozgás nagyon hiányzik a motoros élet, úgyhogy biztos el fogok indulni egy-két enduro cross versenyen. És akkor mi beszéltünk, hogy ugye te Fóton laksz, igen. És ugye Fóton elég komoly motocrossos élet volt jó pár évig, aztán ez egy picit elhalványult, és most van rá remény, hogy igen, 80-90-es években ez nagyon virágzott, úgymond. Tehát nagyon sok voltak versenyzők, volt aktív versenyző, meg inkább ilyen endurósok, de sokan voltunk. Aztán az évek alatt szépen leépült, és szinte 20 éven keresztül csak én voltam az, aki csinálta az aktív bajnokságokat, külföld, belföld. Úgyhogy jött az ötlet, illetve egy régi dédelgetett álom, hogy mi lenne ezt egy kicsit újra fel lenne virágoztatva. Terve van egy egyesület, ami Létsz Motorsport néven fog majd futni. A papírmunkák elkezdődtek, ez már úgymond hivatalos úton próbáljuk terelni. Úgyhogy itt csinálni egy egyesületet, és kicsit utánpótlásra rámenni egy kicsit, igen. És akkor elkezdesz foglalkozni a fiatalokkal, egy picit felkészíteni őket versenyre. Terve lenne ez is, igen. Edzéseket. Na, hát akkor köszönjük szépen, hogy elfáradtál hozzánk, és akkor nagyon sok sikert kívánunk a második pályafutásodhoz, ami most már ugye a motor másik végén, vagy hogy mondjam, az edzői oldalról történik. Igyekszem, köszönöm. Sebestyén Petit faggatjuk a 2015-ös évről, illetve majd a 2016-os terveiről. Kezdjük először veled is a tavalyi évedről. Hogyan sikerült, ugye Superstock 1000 világkupán mentél a Pedercini csapatba egy Kawasakival. Hogyan sikerült a tavalyi éved? Hát nagyon nagy várakozás előzte meg a szezont, hiszen ez elég korán kiderült, hogy itt fogok versenyezni a csapatnál. A tesztek azok nagyon jól sikerültek. Tudni kell, előtte nem ültem 7-8 hónapig motoron, mert műtötték a vállamat, úgyhogy a teszt rész a szezonnak az igazából elment egy ilyen visszatérése, hát visszaszokjak a motorozáshoz tulajdonképpen. Nagyon folyamatosan tudtam fejlődni, ami igazából jól is sikerült az első egy-két versenyig, csak aztán jöttek a problémák motorral is, alkarommal is, utána pedig volt egy csuklótörésem Doningtonban, úgyhogy az év végére nem sikerült elérni azt a célt, amit kitűztünk.
magunknak az év elején, de így is a csapat nagyon meg volt elégedve, én is olyan jó tapasztalatokat szereztem, és a csapat pedig visszavár az idei évre is. A technika, amivel versenyeztél, ugye Kawasakival mentél, az elvárásainak megfelelő volt technikailag, hova tennéd a motorodat, voltak-e esetleg hiányosságok, vagy elégedett vagy vele? Volt a tavaly évben nagyon nagy változtatások voltak a szabályzatban, így sokkal kevesebb dolgot tudtunk módosítani, mint amit előtte lehetett ebbe a kategóriába. Ezzel párhuzamosan pedig jöttek az új motorok, az új BMW, az új Yamaha, új Aprilia. Egy sokkal több gyári csapat volt, mint régebben, VB-s versenyzők, tehát De Rosa visszajött a kategóriába, Barrier, akik már mentek Superbike-ba, MotoGP-nek más kategóriáiba. Úgyhogy egy nagyon kemény mezőn jött össze, és hát ide gyenge volt ez a 2011-es Kawasaki. Ez nem csak az én véleményem, ez meg is látszott a mezőnyön, hiszen például a csapattársamnak azért hoztak oda, hogy megnyerje a bajnokságot, Brian Staring, ő ment MotoGP-be is. Volt olyan futam, ahol nem bír beférkőzni az első 10-ben. Az első 10 az le volt most osztva tulajdonképpen, mert olyan űrtechnikákkal mentek, hogy mintha egy más kategória lett volna. Csapatod marad, felkészüléssel hogy állsz? Az első verseny, ugye jól tudom, akkor április környékén lesz. Milyen kilátásaid vannak az idei évre? A csapat egyelőre még nem fix, mindenképpen a terv a Pedercini, hogy maradjon. Nyilván ennek még anyagi, és hát nem állt még össze a magatói oldal. Igen, tehát ehhez még hiányzik ez a része. Várnak rám, tehát fenntartják a helyet, úgyhogy most ezen dolgozunk, illetve a Stefano Favor is ezen dolgozik, hogy ez összejöjjön. De mellett én csinálom magamnak a felkészülést, tehát minden nap edzek, motorozok, azt már minden nap, de próbálok minél többet. És beszélgetünk a felkészülésről, hogy egy új kezdeményezésre, vagy hát a te kezdeményezésedre, hogy a kakucsining mellett egy ilyen kemény pályás, egy ilyen feletre pálya került kialakításra. Gondolom ez is azt a célt szolgálja, hogy egy picit megtanuld jobban kezelni, vagy megszokd azt, amikor a motor keresztben vagy alattad. Mikortól lehet ezt a pályát használni, illetve külső érdeklődők, hogy úgy mondjam, használhatják a pályát? Az kész van. Úgy mondom, ennyitó megvolt. Túl sokan nem voltunk, hiszen nagyon hideg volt, ez december 30-án volt. Lehet menni, tulajdonképpen annyi, hogy elmondhat, hogy ez egy döngölt agyagos talaj, tehát agyag lett odahordva, az le lett döngölve. Nyilván, amikor ez nedves, vagy túlságosan nedves, amikor átadódik vízzel, akkor nem lehet rajta motorozni, tehát várni kell ilyenkor vele egy kicsit, úgyhogy mostanában még nem nagyon tervezzük a motorozást ott, de az, amint ott felszárad egy kicsit, jobban lehet rajta motorozni. Az már egy régi kezdeményezés, mert Magyarországon is már nagyon régóta ezt kitalálták, hogy fölösleges nekünk ugratgatni, fölösleges a cross gumi, hiszen nekünk teljesen más felől kell megközelíteni ezt a dolgot. És voltak ilyen edzések, de ezt még senki sem valósította meg, hogy egy erre külön csináljon egy alkalmas pályát. Úgyhogy így gondoltam, tehát hogy külföldi példaként ott van Rosszinak, Márkeznek, mindenkinek ott van a saját pályája. Nagyon sok olasz pálya is van, Csehországban is vannak már hasonló pályák. Úgyhogy megcsináltuk egy ilyet, ami tartalmaz egy ovál pályát is, illetve van egy belső, úgymond kanyargós technikás pálya is. És akkor ez bárki? Bárki lehet, bármilyen motorral, annyi a lényeg, hogy nem cross gumival, hanem enduro gumi, tehát ilyen, úgymond ilyen terep gumi, de még nem a cross gumi, a nagy bütykös gumika. Nos, hát nagyon sok sikert kívánunk neked is a 2016-os évre, és ez sok szerencsét a motorversenyzéshez, és köszönjük, hogy ellátogattál hozzánk. Köszönöm szépen. Forgatásunk helyszínét a Pizza Hut biztosította. Támogatóink a BMW, a Kawasaki és a Yamaha. Az onboard kamerákat a MyActionCam biztosítja. A ruházatunkról a Danger Bikes gondoskodik. Média partnereink a Motorrevue magazin, a motorinfo.hu, valamint a MotorAge magazin.